Sziasztok, ez itt a Keleti Káosz 26. része, és ahogy ígértem az előző részben, megtámadjuk Litvániát, és kezdjük is ezzel, csak hagyj érjen haza a diplomatánk. Szóval, megyünk, onnan nem jön senki, innen nem jön senki, és legyen Presjavalasan, ezt átnevezzük ezt a helyet. Ezt úgy átnevezzük, mint a húzat. Oké, ha minden igaz, Muszkovi nem védi meg. De ebben nem vagyok biztos 100%-ig amúgy. Nem hiszek a feltétlenül annak, amit a játék állít magáról, mert sokszor hazudik. 55, hát ez nem sokat segít. El ne felejtsük levenni Etiópiáról az embargót és rárakni Velencére. És most van power projectionünk egész jó. Ami azt jelenti, hogy többet kapunk ezekből a pontokból. Na, minden igaz, akkor hát most a 14-en vannak, de nem baj, így is jobbak vagyunk. Plusz a tekünk sokkal jobb, mint az övék. Úgyhogy nem kéne, hogy problémát okozzon ez. A háború. Inkább megpróbáljuk azt, hogy minél több vesztességet el szenvedtetni. Kivágtam magam. És ők pedig minél kevesebbet tudjanak megölni tőlünk. Annak nem örülök, hogy nem látom a területeket, de azt hiszem, hogy át tudok menni amúgy. Tehát oda tudok menni, csak nem látom. Tényleg Moszkva! Hé! Hé! Moszkva! Moszkva! Hé! Kéne ruténi a térképe. Ó, de jó arc vagy. Vesztünk egy csomó presztízset. De... nem baj. Jó, ez most igencsak kellett. Jó, igen, nem jött be senki sehonnan. Ti, csicskások! Csináltok azt, hogy... siege-eljetek. Vagy nem tudom. Csak gyertek ide. Jó, ez itt van, akkor ez jöhet ide, ezt félek, hogy rátámad az egyik egységemre csak a semmiből, és akkor az viszont elég fájdalmas lenne. Fogalmam sincs, hogy hol van a katonája. A katonája hadserege. Most egyetlen egy ezrednek az elvesztése is fájdalmas lenne. Erre lehet talán, hol a fővárosod? Itt van Vilniusban. Általában a fővároson szokták állomásoztatni a seregeiket. De lehet, hogy elindult így lefelé, vagy így lefelé, ezt sose lehet tudni. És mikor megjönjük, akkor az már késő. Én csak ide. Hármas sajnos az erőd ott, az meg kettes. Nincs olyan szerencsénk, hogy nem épített erődöt a fővárosára, mert néha amúgy azt csinálja a gép, mert buta. Ja, ott van vajon Vilniusban a sereget, és megnézem. Addig nem merek előre menni a többiekkel sem. Viszont ti itt mondjuk jöhettek pont előre. És te is támogatólag. Nincs Vilniusban a serege. Ez probléma. Mert akkor hol van? És valahol majd itt fog feltűnni. Nem tudom, mit tudod csinálni a gép, ez csak így feltűnik a serege az semmiből. Úgyhogy nem is tudna úgy jönni, úgyhogy... Ott van, megvan, jó. Zúzunk. És azért zúzunk, mert hogy itt jön a barátunk serege, és nem fog örülni. Hogyha szembe érkezik vele a litván fősereg. Te maradj itt, együtt fogtok harcolni. Jó, megállt ott. Az jó. Nem ért el a Wargold szerencsére. Te is gyere. És tudjátok mit? Inkább mégiscsak becsatlakozzatok. Köszönöm. Ennek a seregnek a részére. Többi ugye nincs kijelölve. Nincs. Oké. Visszavonul. Jó, én ezt értem. Viszont ezzel nagyon rosszul fogsz járni, mert én most rátámadok erre. Woods. Erdőben harcolni nem szívesen. Szeretünk. Lássuk, hogy merre megy. Az a baj. Kivárásnak az a problémája, hogy addig ő tudja itt gyűjtögetni a kis seregeit, amit folyamatosan gyárt. És már most annyian van, mint én. Ferrárát kiátkozta a pápa. Hát, sucks to be you, Ferrára. Hát, ha megérkeznek ők, és besegítenek. Ezt mondjuk ilyen...
vadvágy. Nem hiszem, hogy így ezt fogja csinálni az AI. Viszont most akár el is vághatnánk, hogyha nem lenne ott még egy tartománya. Shoot. De nem tudunk rámenni. De hogyha elmozdul innen, akkor oda tudunk menni, tehát mondjuk ide. Erdő és folyó átkerés, igaz? Igen. Jó, akkor csak maradjunk itt egy picit. De amúgy mi is tudunk sereget gyártani már, nem azért. És méghozzá mörköt, hogy ne egye a manpowerünket. Ott viszont nagyon jó lesz megküzdeni vele. Please. Mondja, hogy április 11, akkor ugye belokkol. Ez az. Jó. Mehetünk, nincsen folyóátkerés. És grassland. Nem tudom, ez miért írja ki. Ja, mert a kajakújónak lehet átkelés, de ő hamarabb fog... Never mind. Ez tökéletes terület lett volna, hogy elkapjuk a seregét. A seregét, nem mást. Protect against Venice. Venice-nek csökkent valószínűleg a manpower-e. Ja nem, az, hogy legyártottuk ezt az egységet. Conquer Mianne, az valószínűleg arab világban, úgyhogy nem megyünk. Rival for Rival, Savoya. Hát jó. tényleg elfejtettük levenni az embargóról, az embargót Etiópiáról. És akkor Savoyával megbarátkozzunk. Hát tudjátok, a kiátkozott Savoyával. Már egy 16 a war score. Good. Na, el akarjuk kapni Viebeckánál, nem nagyon tudjuk ez a helyzet. Viszont oda fel tudunk menni. Csak valószínűleg el fog onnan mozdulni, de lesz rálátásunk mindkét területre. Ide jön? Oda nem tudunk viszont átmenni. Aha. Jó, elfoglaltunk, még nem, de majdnem elfoglaltunk minden területet, amit el tudunk foglalni annélkül, hogy... hogy Zone of Control-ba álló cuccot foglaljunk el. Az megúszta, talán ez is megúszta. Jó. Ó, már belokkoltál. Shoot. Ott is van egy erődje. De örülök. Mi lenne, srácok, hogyha megpróbálnánk így ilyet? Valószínűleg ki fogtok kapni. Nem fogtok kikapni. Elmenekül. Olyan gyorsan megy ez, hogy hihetetlen. Akkor már húzzuk messze a két seregét. Minszkász, az nem ideális ott harcolni. Itt viszont elkapjuk ezt az ezrest. Jó, az is szép. Na. 20 war score-on vagyunk. Még gyakorlatilag nincsen veszteségünk, ha minden igaz. Valahol ezt meg lehet nézni. 1500-at vesztettünk, az valószínűleg a... attrition. Igen, az attritionből van az 1500. De szerintem ez így tök jó egyelőre. De lassan neki kell mennünk a nagyseregnek, mert addig nem tudunk elkezdeni ostromolni, amíg a nagysereg áll. Itt folyóátkerés van, meg van minden. Úgyhogy itt biztos, hogy nem. Vitebskázba biztos, hogy nem megyünk. Aha. Jó, ez érdekes koncepció. Azt mondja, hogy odaér Bászra július 10-én. Nem tudom, miért mondja oda, amúgy nem ezt mondtam neki, mindegy. Nem kaptátok meg a memót, srácok. Most már csatlakozni kéne, nem ostromolni. Ő 11, tehát azt jelenti, hogy... nem jó, mert ő az ostromló. Viszont csak folyó átkelésért kéne fizetnie, viszont nem kell át folyón. Nagyon jó, tehát gyakorlatilag mindkét, egyik oldalon sem lesz levonás a terep miatt. Mi azt jelenti, hogy csak meg kell várnunk, hogy ő belokkoljon, és mi is csatlakozunk. Belokkolt, csatlakozunk. És egy nagyon sima csatában fők. Úgy sima csatában, hogy látjátok, senki nem kapott semmilyen penaltit. 100-100, 3.7, 3.2, 1.5, 1.5, ami azt jelenti, hogy valószínűleg egyenlő arányban fog csökkenni. Hogy néz a morál? Hogy néz ki ez a leosztás? Hát itt vannak lovasságok, akik nem igazán tudnak harcolni, úgy látom. Szörnyű, ahogy ez kirakja a játék. Az egységeket, de azt nézzétek. Elolvadnak a litvániaiak. Azt a rohadt. Mi vesztettünk 2600-at, 2300-at, de szerintem abból mi nagyon keveset. Hogy lehet? Ezt régen meg lehetett csinálni, hogy csak kiválasztjuk.
az egyiket. Vagy lehet, hogy az csak a háború végén lehet. Vatev, itt talán elmondja. Nem, itt sem mondja. Jó, mindegy, ők megvesztettek 7000-et. Az nem mindegy. És ebből csak 600 reguláris. Nagyon jó. Valószínűleg egy erőd mögé fog visszavonulni, hogy melyik mögé, Vilnius mögé nem tud, esetleg Branszauba, Polockas, kövessük meg egy kicsit, hát, hogy találunk valami jót. Közben ezt elfoglaltuk. Hát, gyere át ide, és foglalj be valamit majd. Aha. Ide jön Vilnius mögé. Vagy ha szerencsénk van, akkor Vilniusba. Az elég jó lenne, hogyha elintéznénk ezt Tech Wipe-ot. De nem hiszem, nagyon... De igen. Ah, elmenekül! Hihetetlen már! Komolyan! Hogy tud elmenekülni? Egy napon múlott kb. Hogy el tud menekülni. Hogy megy át az egész világon egy másodperc alatt? Hagyjál már békén! Hát láttátok? Meg sem állt! Ott elkapjuk, és szétverjük a tökét most már. Jó, Stack Wipe. Van nekünk egy hatos, egy kettes kastélyunk, még egy kettes és egy hármas. A hármas az 9 kell, a kettes az 6-6. Tehát 6 meg 6 az 12, meg 9 az 21. Elvileg mindegyiket pont tudjuk ostromolni. Ide jön ennyi ember, 6. Oda megy 6, és a fővárosba pedig elküldünk majd... Nem tudom. Most azért kell nagyon figyelni, mert elkezdi a seregeit, vagy elkezdi kiképezni a seregeket. Úgyhogy azon nyomban, ahol látjuk, hogy képzi őket, oda visszük is már is az egységeinket. Úgy látom, csak ott képzi Branszauban, mert ezt nem érjük el. Muszkovir eltámadt a Krímeára. Fuck you! És ha mi is rátámadunk? Mindenki megvédi. Tehát akkor Moszkva jó, most mindenkivel háborúban van? Aha. Jó. Ezzel kéne ráállni. Mindig sok pénzünk van, akkor jöjjön már még 2 mörk. Csak a vicc kedvéért, de nem minden, nem minden. Te tudsz ostromolni? Ó, hát hogy ne tudna? Én ne tudnék, azt mondja. Hát, és látjátok, már 4-en van, már 2 van ott. Nem, induljon csak el, induljon csak el. Hagyj higgye azt, hogy nyerekben van. Így. Kapd el. Jó. Gyere át ide, illetve a fele, a másik fele meg ide. És még annyit kéne, hogy te is ide. Itt is tudna gyártani egységet, sőt, itt is tudna. Igen. Kérlek, ehhez csatlakozzatok be. De komolyan, srácok, nem vicceltem, mikor kértem. Nagyon kéne. Jó, már tudnánk elkérni amúgy nem tudnánk elkérni dolgokat. Fehér békére lenne hajlandó. Mit fogunk elkérni? Már ezt tervezgethetjük, teljes lelki nyugalommal. Nyilván ezt nem mindet, ezt viszont elkérni, mert erre van claimünk. Ez már 137 pont, és nem nagyon van annyink. Pénzük meg nekik nagyon nincs. Úgyhogy ilyeneket fogunk csinálni, például mint ez, meg... War Rap. Egyel kevesebb pénz, humiliate, nem tudom, meglátjuk, hogy mennyi, de ennél több területet nem nagyon akarok elfoglalni egyelőre. Még az is igaz, hogy előbb-utóbb elfogy a pénze, szóval nem fog tudni végtelenségig gyártani hadseregeket, de azért zavaróan sokáig tud majd. Na végre valaki becsatlakozott az egyik hadseregemhez. Halleluja. Most már nem kell. Nem? Nem hiszem el, kiengedjük. Nem hiszem el, hogy kiengedjük.
Jó, oké, megoldod? Oké, köszönhetsz, kösz. Ezek megvannak. Ide nem tudunk bemenni, akkor viszont ide állunk őrt. És még amúgy ide kéne felmennünk, szintén valószínűleg a Zone of Control miatt nem tudunk. Hogy lássam csak. Igen, a Zone of Control miatt nem tudunk felmenni. Se baj. Jól állunk. Gyakorlatilag innentől már csak türelem kérdése. Szerintem ezt a háborút megnyertük. Egy módon veszíthetjük még el, hogyha valaki ránk támad délen, vagy bárhol. Mi a helyzet, Kríma? Megvédenek még? Meg semmit nem csökkent, miközben 46 ezer moszkvai vonul át a horda területén. De akkor is megvédik, ők mindenkit megvédenek. Már nincsen veled az én trúszom, de van. Eddig van trúsz. 41. Há, ja igen, sokáig. Ez az, ami sokáig van. Jó. Innentől kezdve türelem kérdés az egész. Sok millpontunk van viszont, azt nézzétek meg. Rengeteg. Úgyhogy mi lenne, hogyha vennénk egy ideát? Ez is eljött. Én mindenképpen a quantity-ra szeretnék rámenni, mert a manpower-rel vannak problémáink alapvetően. Recovery speed, regiment cost, szemeit, mind. Land maintenance kicsit jó. Merc nem. Igen, ez a baj, hogy a kezdő ott nagyon jó, de a többi az kuka. Vagy a másik adottság a quality. Amivel is szoktam gondolkozni. Quality vagy quantity? A quality van az a baj, hogy kapunk hajókra is pluszokat, viszont azzal nem tudunk mit kezdeni nagyon. Az alapból fölösleges, nem hogyha összesen ennyi a tengerpartod. Írjátok le komment, hogy szerintetek mi. Most nem fogok választani, hanem majd azt megvárom a válaszaitokat, és akkor utána választunk valamit. Nagyon lassan haladnak az ostromok, srácok. Biztos, hogy ez a legtöbb, amit tudtok. Ide mondjuk teljesen fölösleges, hogy itt álljon az egész vezérkar. És egy az attrition-t. Mi mindig nő a korrupció, azt mondjuk csökkenthetnénk akár, ha már van rá pénzünk. Vagy ha nem is csökkenteni, de legalább... Ó, oh, ne már! Hogy lehettek ilyen hülyék? Komolyan! Oda be lehet csatlakozni, nem ide! Na, tessék már menni! Meghalt egy lábornok. Akkor veszünk egy újat. Hát ez... Nagy siker. Mi a helyzet itt? Mindenki megvédi. Akkúnyuló már megy is. Az arcodat, így megy. Krim, nem, oszmánok, igen. Horda. Hordával békénk van. Good. Akkor azért nem hívott be minket Muszkovi. Képzétek el, még 100 évesen játsszuk ezt a játékot. 90 éve van most, hogy fut. Miközben eléggé erőtésen rektelik a mamelukokat. De nem tudunk rátámadni, mert a félvilág megvédi. Nézzétek csak. Elég durva. Az oszmánok úgy látszik, hogy ők lesznek azok, akik győzedelmeskednek itt a Közel-Keleten. Ó, oh, jaj, ott volt egy disease outbreak. Nem disease outbreak, disease outbreak. Krímeával... Hát moszkvaiak hazamennek. Úgy vannak vele. Jó mulatság, férfi munka volt, de máshol van ránk szükség. Nem tudom, hogy hol. Nincs senkivel háborúban éjszakon szerintem, de úgy gondolják. Megyünk haza. Jó, örülök, hogy a gép nem csak akkor gyépés, amikor az én háborúimat vívja. Disloyal. De miért is vagytok disloyalak? Ja, a mörkántok. Ja, jó. Az nem számít. Na, 7-7-14. Valaki. Ki lesz a legügyesebb? 21-14. A főváros? Ah, 28. Egyébként, itt van egy Csernyigov nevű terület. Ah, nekünk is van Csernyigovunk. Akkor van egy Kijev nevű terület, amitből akár csinálhattunk volna, vagy csinálhatnánk alkalmasint vazalust. 42-35-35. Ez az! Polacka nyert! Nagyon jó. Egyébként most így tökre belefutunk egy olyan... mi ez?
zsákutcába, mert értitek, hogy az egészet elfoglaljuk, akkor sem tudunk már tovább menni sem erre. Lengyelországra talán Brandenburg a szövetséges, hát ez öröm. Lehet, hogy el kéne kérni még Zitomerast is. Csak akkor ugye azért, hogy a lengyelekkel legyen határunk, de akkor elvágnánk az oszmánokat a litvánoktól, és tudja, hogy ránk támadnának. 100%. Így is tudja, hogy ránk támadnak, de úgy aztán még jobban. Amúgy átmehetünk oda lootolni, srácok. És megvan a Smolensk ostroma is. Jó, menjünk még ide fel, meg ide. És kész! GG easy. Nem csak az északi tengernél fog tartani az országunk. Elég vicces lesz. Nem adja meg ezt, viszont ezt már megadná. Ez a béke magába foglal. Azt, hogy átadja nekünk 5 területet. Elfeledkezik ezekről, hogy ezek valahol az övék voltak. Ad 95 aranyat, ami azért nem rossz. És war rapet, ami viszont lehet, hogy fölösleges. És humiliáljuk is, azt a rohadt. Amiért mi kapnánk mennyi pontot? 46 power projection-t, ami pedig lefordítható ebben, ezekben a pontokban. 5-10-9 maradna. Különben amúgy elég gyorsan el fog fogyni. A Velencét azt megembargóztuk végül? Nem. Jó. És még be is szólhatunk valakinek, ami legyen... legyen Ajam. És így már 60. És ez a 60, ez kitartana, hát úgy 2 évig? 3, max. 3 évig. Vagy pedig alternatív megoldásképpen... nincs elég diplomatám. Alternatív megoldásképpen nem kérjük a humiliációt, vagyis a megalázást, hanem területet kérünk, viszont ez... hát nem tudom, srácok, ez nekem olyan fishy. Most elkérjük ezt a területet, szerintem nagyon-nagyon sok lesz itt a lázadó. Nem is tudjuk kifizetni amúgy ilyen tekintetben. 1, 2, 3, 4, 5, 6... melyiket adtam hozzá? Ezt. 130 szeret, ezt még ki tudjuk fizetni. Még talán ezt is, ha várunk egy hónapot. És amúgy most kell megkötni a békét, mert december 29 van. Jó, ezt is írjátok le kommentben, ezt is megnézem, megdumáljuk. Valószínűleg úgy döntök, ahogy ti mondjátok, de hát ez már csak egy ilyen sorozat, meg egy ilyen csatorna. Köszönöm a figyelmet, innen folytatjuk jövő hétfőn. Sziasztok!